Szép estét kívánok! 1949 egy rendkívül fontos dátum Székesfehérvár kulturális életében, megalakult a Fejér megyei népi együttes 70. születésnapját ünnepli a jelenleg már Albarégia táncegyüttes, és ez egy jubileumi év. Legendákat hívtam ide a stúdióba, hogy már számtalan műsorban tapasztalhatták, akik arról beszélnek, hogy mi mindent kellett tenni a hétköznapokon ahhoz, hogy minden egyes néptánc esemény ünnep lehessen. Mi mindent kellett tenni ahhoz, hogy az Albarégia táncegyüttes korosztályoktól függetlenül Magyarország és Európa szerte ismert és elismert legyen. Vendégem pedig ma kettős minőségében Juhász Zsófia. Szervusz, Zsófi! Jó estét mindenkinek! A Szedte-vette zenekarról fogunk beszélgetni, mert ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A másik pedig az Albarégia Tánc Egyesület megalakulása óta, ugye 1994 óta mi minden történt, illetve mi történt azóta, amióta első számú vezetőként szolgálatot végzel, hiszen ez egy szolgálat. De mivel azt gondolom, hogy a zene volt előbb, beszéljünk a Szedte-vettéről, mert hogy a Szedte-vette az egy csoda csapat. Amikor megalakultatok 2000-ben, én szerencsés voltam, mert figyelemmel tudtam kísérni, de azt tudtuk, hogy te már réges-régen játszottál a Tilinkóban, és arra figyeltünk fel, hogy ott áll egy kicsi lány, aki mindig mosolyog és remekül hegedül. Ja, ez jó rég volt tényleg. Hát igen, ez... Mindig azt szoktam mondani, hogy jókor voltam, jó helyen. Ugye ez, ahogy említetted, sok minden jutott eszembe a bevezetővel kapcsolatban, de most akkor belekapaszkodok abba, hogy volt ott egy lány, aki jól hegedült, és meg hogy a Tilinkó, hogy ez nagyon érdekes volt, mert ugye az állami zeneiskolában, Bódi Árpád révén ugye működött egy népzenei tanszak, ami akkor még nem volt népzenei tanszak, tehát nem volt hivatalosan tanszak, de volt egy ilyen kis tagozat, meg volt a népi banda. Szabó Balázsné Anikó nénihez jártam hegedülni egyébként klasszikus hegedűre, és az Anikó néni mondta, hogy na menjél a népi rütyütyübe, ugye ez volt a Bódi Árpi bácsi által vezetett zenekar beceneve ott a zeneiskolában, és nagyon sokan jártunk, hegedűsök is, csellisták is, aztán valaki bőgős lett, citerások, ugye Varró János révén citerateanszak, akkor vette kezdetét, tekerősök, cimbalmosok, és ez egy ilyen nagyon nagy zenekar volt, tehát két cimbalom volt, négy brácsás, hat hegedűs, énekesek voltak, tehát tényleg egy ilyen jó nagy banda volt, és egyébként ez egy nagyon sikeres zenekar volt, és jártunk külföldre is, hát én abban az időben tényleg ugye Nyugat-Európában azért ritkán jutott ki az ember, de azért a Árpi bácsi kiharcolta, hogy ez a zenekar rendszeresen elmenjen például Belgiumba, de más országokba is, és hát ugye Magyarországon is rengeteget szerepeltünk. És az a csapat, meg az a szellemiség, az egyébként egy olyan alapot adott nekem is ott a zeneiskolában, amiből utána bármikor lehetett építkezni belőle. Meg kapcsolatokat, megismerni a zenészeket, kitalálni, hogy ki az, akivel az ember szívesen játszani. És ugye ezt nem szabad elfelejteni, hogy a Fejér megyei Művelődési Központ, ugye a zeneiskola, szomszéd, hát most a szomszédságában, de akkor ugye nem, ott a Szent István Művelődési Házban működött, és hát ugye a Tilinkó zenekar ott kezdte a munkáját, és hát a Gyuri is, meg az Imre is, Kneifel Gyuri és Kneifel Imi is szerették a fiatalokat csábítani, de ugye az ő elképzelésük és ugye a táncház mozgalomban azért ilyen nagy jellegű zenekarok nem voltak, tehát ők négyen játszottak, és azért utánpótlás nevelésben részt vettek, és például Fekete Edina oda járt hegedülni, és nagyon irigyeltem Edinát, hogy fú, hogy a Kneifel Gyurihoz járhat hegedülni, meg annak a kis hátsó teremnek ott a kiállított érből, annak úgy varázsa volt, igen, és a hát ugye próbált a nagy együttes, és ott a Fekete Feri bácsi a pakolgatta a ruhákat a szertárban, mikor készültek külföldre, azt úgy látni, hogy ők ott készülődtek, mert hogy láttam, hát ugye végül is, mégiscsak én is a Gyurihoz valahogy sikerült úgy kúsznom hozzá, hogy én is ott hegedülhessek. Tehát foglalkozott velünk a Gyurik Dorányi Ágival, tehát akkor
ez, mondom, ennek volt egy varázsa, de úgy mindig akkor a népi együttes, úgy csodálattal néztük, hogy jaj. És mondom, hogy azokat az ótvar bőröndöket, amiket hogy csomag, akkor még szépek voltak, de hogy még azt kérdeztem pont ma a kollégáimtól, hogy van-e még abból a bőröndből, a régi időkből, de hogy pakoltak meg, ahogy azokat a ruhákat úgy hajtogatták, meg ahogy ott a fiúk közben táncoltak, meg nevettek, szóval az egy nagyon klassz és izgalmas. Szent dolog volt egy indulás. Nekik biztos, nekik, ők is biztos mindenki ezt egy nagyon kellemes élménynek éli meg, de nekem akkor tényleg annyira fiatal voltam, és úgy szerettem volna közéjük tartozni. Tulajdonképpen eldőlt a sorsod? Nem tudom. Ott és akkor? Ezt így nem tudom hát megmondani. Hát így a mát is verve, igen. Hát biztos, hogy nagy hatással van az emberre. De ezek szerintem így összeadódnak. Tehát ott az Árpi bácsival ezek a szereplések, amikor készültünk, felöltöztünk, azért ez mindig egy izgalmi helyzet. Megszoktam egyébként nézni, amikor jönnek hozzám álláskeresők, hogy az önéletrajzok, hogy foglalkoznak-e művészetekkel. Valaki szokt írni, hogy szokott festeni. Nagyon ritkán találkozom vele, hogy valaki zeneiskolába járt volna, és ez egyébként nem jó. És azért nem jó, mert pontosan ezektől az élményektől is megfosztjuk a gyerekeket. Tehát én nem akarok most ezzel jönni, hogy miért számítógépeznek, meg miért telefonozzanak. Ez most egy ilyen, már ilyen világot élünk, de ettől függetlenül az, hogy heti kétszer valaki elmenjen egy zongora órára, vagy mondjuk egy olyan hangszert válaszol, amiből esetleg egy kisebb formációban tud zenélni, hogy amikor majd úgy hegedű annyi gitár, idős lesz, igen, és gyereke lesz, akkor az úgy a zene úgy valahogy a mindennapjaikban, vagy egy ünnep alkalmával előjönne, én szerintem az egy jó dolog. Jófi, idejekorán kiderült, hogy tehetséges vagy? De én nem vagyok tehetséges, tehát ezt tényleg szeretném leszögezni, hogy nálam sokkal-sokkal jobb hegedűsök vannak. De ezt komolyan mondom, tehát én nagyon szeretek hegedülni, én nekem a síjeléssel is össze tudom hasonlítani, mert hogy akik nagyon fiatal koruk óta foglalkoznak népzenével, ők úgy tanulnak, hogy nem is tanulnak, hanem belemászik a zene a fülükbe. Tehát ők amit hallanak, azt játsszák vissza. Jó, akkor én jó hegedűs vagy. Én mivel klasszikus hegedültem, én nagyon vizuális vagyok, kottafüggő vagyok. Tehát én mindig úgy van, hogy a népzenét is leírom, és utána megtanulom. Tehát így már nyilván veszitek. A síelésnél is, amikor egy 6 éves gyerek, vagy egy 5 éves, 4 éves kezd síelni, annak 20 éves, meg 30, sőt 40, 50 évesen az, hogy kanyar, hogy meg kell a síléccel, azt nem úgy éli meg, mint én. Nekem az életem pörög le, amikor egy kanyart be kéne vennem a síléccel. És ugyanezt tudom, hogy amikor a táncházi zenélés is van, én nekem elő kell az agyamból a kottákat így pörgetni, és úgy játszom le. És ez óriási hátrány. De azért a klasszikus hegedű segített abban, hogy a népzenét is tud játszani. Nagyon sokat, abszolút. Tehát a technika, a virgajátékoknak a kijátszása, a vonókezelés, az tényleg sokat segít. Mikor merült fel, hogy saját csapatod legyen, hogy egy olyan csapatban kezd el a játékot, mint a Szedte-vette, miután megalakult? Ugye ezt az évezred első éve hozta? Hát, ez olyan jókat kérdezel, hogy nem nehéz így visszaemlékezni, hogy mi volt az első lépés, de hát azt láttuk, hogy egyébként rengeteg megkeresések jöttek a táncegyüttesektől, tehát a megyében működő csapatoktól, ugye jöttek Árpi bácsihez is, hogy be kéne tanulni egy koreográfiát, hogy lekísérjük. És ez egyébként nyilván a Tilinkó zenekar művelte először a megyében, és most is a legprofibban, tehát a táncegyütteseknek a kísérete. És nem mindenki tudtak a Tilinkó zenekar sem kiszolgálni, tehát meg kellett alakítani egy olyan formációt, akik el tudnak menni, és segíteni tudnak a csoportoknak. Hogy lett csapatod? Móka Ricsi, Molnár Dani, Márfi Tibi. Tanítottam a Tibor nem. Tanítottam a zeniskolában, tehát hogy Lengyel Klári néni idejében, vagy hát nem is tudom, de valahogy a Janó rábeszélt. Varó Janó. Rábeszélt, hogy tanítsak, mert pár órában ezeket a fiatalokat, és akkor ugye ezeket a kis formációkkal is foglalkoztunk meg. Hát ja, nagyon fontos, hogy elindultak a versenyzések
a zeneiskolák számára elindultak a népzenei tanszakok, és ugye a kis versenyekre is kellett delegálni kisebb formációkat, és ezért kérte a Janu, hogy segítsek neki abba, hogy a vonósok is, tehát ne csak a citerások menjenek ezekre a versenyekre, hanem vonósok. És akkor kezdtünk el a Ricsivel és a Danival dolgozni, és hát aztán jött egy felkérés, hogy menjünk el Finnországba 2000-be. És akkor mondtam, hogy akkor fiúk, menjünk el Finnországba, de mi legyen a nevünk? Hát olyan nevünk legyen, amit a finnek ki tudnak könnyen mondani. Ezzel már úgyis meg fognak küzdeni egy Székesfehérvár, de az, hogy Szettevette, az nekik tök egyszerű szó, úgyhogy ezért adtuk a Szettevette nevet. Jó, hogy ezt mosolygos szemmel mondod. No, nem Szedetvedett, Szettevette. Szett, így van. És jöttek a felkérések. Cece, Ala, Pusztahencse, Dunaföldvár. Népszerűek lettek. Ebben segített az, hogy Árpi bácsi ideje korán elmondta, hogy igenis van igény erre? És népdalkörök. Nagyon. Ő nagyon ügyesen észrevette egyébként ezt a hiátust. Csak ugye az a csapat, ez egy nagy csapat volt, és ezáltal lomha is volt. Tehát amikor mi kimozdultunk, az egy busz volt. Itt meg azért nyilván bevágottunk egy autóba, olyan autóba, amiben befért egy nagy bőgő is, és akkor repültünk. Megszerettek bennünket. Tehát én mindig azt mondom, hogy igen, nem vagyok olyan tehetséges hegedűs, mint sok más társam, de a zenekarnak van egy kisugárzása, amit szeretnek. Tehát az, hogy udvarjasan, tisztelettel vagyunk a táncosok iránt, és az is, hogy segítettük őket. Tehát azért nem fogom elfelejteni, amikor alapra először mentünk, és meghallottuk az első koreográfiát. Hát, azt hittem, sírva fakadok. Én mondom, hogy te jó Isten, hát, hogy ez így hogy lehetséges, hogy itt élünk Pesovár hazájában, megyébe, és hogy ezt kell látni. De abszolút elfogadták a javaslatainkat, és együtt kezdtünk el dolgozni, és azt gondolom, hogy alap a csúcsra jutott fel egyébként, mint amatőr néptánc együttes. Ugye szabadidőtöket áldoztátok, ugyanakkor fejlődni csak úgy lehetett, hogy egyre többet próbáltok. Próbálunk meg a szereplések, és a legnagyobb próba a szereplés. Ugye jöttek a CD-k, ugye a két olasz CD is megjelent. Az egy áttörésnek értékeled? Most így utólag, hiszen nem, az egy nagyon jó buli volt. Ez buli? Az buli volt. Tehát az, hogy kimentünk Olaszországba, és ott én nem is tudom, hogy is ismerkedtünk meg a Gianni-val, de egyszer csak megszólított bennünket, itt a Bástyában ült Fehérvár főutcán egy társaságban, és egyszer csak odaszólt nekünk, hogy hello, hogy benneteket láttalak videón, és kiderült, hogy ugye albarégi a szeniorosokkal voltunk kint Csehországban, és akkor ott valaki levideózott bennünket, és azt a Gianni látta, és ő neki tetszett ott ez a zenekar. És és így véletlenül találkoztunk itt Fehérvár utcáján, és akkor ő azt mondta, hogy ő szeretne velünk dolgozni. De ez azért volt buli, mert egy olyan embert ismertünk meg, aki azzal foglalkozik Olaszországban, és csak sokkal nehezebb, sokkal több pénzből, de sokkal nehezebben, mert nincs egy olyan mozgalom, mint ami itt Magyarországon. Tehát nálunk a táncházmozgalom, és az, hogy az iskolákban néptánccal foglalkoznak, ez Olaszországban nem volt jellemző. Tehát ő neki az, hogy amikor autentikus előadókat kellett keresni, tehát neki sokkal nehezebb dolga volt, és egyáltalán ezeket az autentikus dolgokat átültetni a mai oktatásba sokkal nehezebb volt, mert nem volt hozzá pedagógus, nem volt hozzá szakmai anyag, nem volt hozzá semmilyen szakmai segítség. Úgyhogy ő nagyon irigyelte, és példaként mindig Botos Józsefet említette, hogy ez az archívum, ez a táncanyag, ez a jelmeztár, ami itt rendelkezésre, ez egy óriási kincs. Tehát ő azt irigyelte tőlünk, ami nálunk evidens volt. Íve van a zenekari pályádnak is. Általában az egész Juhász Zsófi vonulatnak íve van. Íve egyre van, föl. És most pont nem jó íve van. Annyira nem... Jó éve van, és jó nagyon íve. Jó éve van. Az nagyon... ívét azért mondom, Zsófi, azért mondom, mert... Én azt gondolom, hogy maximálisan teljesítettél, ehhez viszont nagyon-nagyon sok idő kellett. Néha komolyan elgondolkodom, hogy van időd ennyi mindenre, mert ha megnézzük, a Szettevette is folyamatosan szerepel azért, mert hogy szükség van rá. Hiszen vannak műhelyek. Ez a műhely munka anélkül nem megy, hogy valaki nem szán rá időt, mert azért folyamatosan változik.
az ív, tehát a zenekar ívéhez, vagy így az, hogy az én életutamnak az éve, hogyha most a zenekarra koncentrálok, akkor itt Kneifené Lackó Krisztát szeretném megemlíteni, mert tulajdonképpen szerintem Krisztával, tehát a Szette vett a zenekar, és Kriszta vittük csúcsra a gyerekjátszó táncház formációt a megyében, és ez nyilván nem a mi találmányunk, de az alapok, de ahogy Krisztával együtt tudtunk dolgozni, meg most is, annak van szintén egy olyan kisugárzás, ami borzasztó vonzó családoknak, embereknek, akiknek nincs, mondhatok, ilyen elcsépeltnek tűnő dolgot, akiknek nincs más szórakozási lehetősége, hanem csak az, hogy hetente vagy havonta eljön a mi gyerekjátszó táncházunkba. De nagyon sokat segítettünk vele a pedagógusoknak. Ugye a másik lemezünk, a Száz liba egy sorba, ez kifejezetten arról szól, hogy mi is azt vettük észre, hogy a táncpedagógusok igen, a gyerekjátékokat játsszák, de utána pedig jó lenne nekik még ezt így a gyerekekkel többször. Vagy Lános. Például egy ilyen kis óvodás műsorban ezt így előadni, és nekik ez nagy segítség lenne, hogyha ott lennének a zenei alapok. És mindegyik kis zenei blokkunkon, a CD-nkben a végére tettünk egy kis szalagzenét, hogy utána tudjon táncházat is csinálni. Tehát ez nekik egy óriási segítség volt, és azt becsülöm a bennük, mindenkiben, aki ezt a segítséget egyébként elfogadta, meg azt, hogy a CD-t eljutattuk neki, hogy elhívott, tehát elfogadta azt, hogy legalább egyszer a gyerekeknek élőbe is kell a zenekarral találkoznia. Mert nagyon érdekes, amikor elmegyünk egy ilyen helyre, ahol a zovónéni csak előtte furuljázott, meg énekelt velük, és akkor ott megjelenünk a hangszerekkel, hogy ez az első az, hogy áll egy gyerek ilyen nagy szemekkel, szájjal, és akkor ugye elmutatjuk, hogy ez a hangszereket, és utána egyébként már annyira nem foglalkoznak vele, hanem azt élvezik, hogy ja, ezt is tudjuk, ezt a dalt is tudjuk, ezt is tanított a zovónéni, és csak játsszuk folyamatosan. Tehát a Krisztával ezt, mondom, szerintem tökélyre fejlesztettük, és ennek ez a lemez az ékes példa. De ebből működik a gyerekjátszó táncházunk is, és a megyei településekre is azért. A táncegyüttes folyamatos fejlődésének és egyik alapja nyilvánvaló a zene. Ezzel hogy tudtok megvirkózni? A zenei kíséret az így látszólag az egy ilyen, mint hogyha ilyen tök egyszerű lenne. Erről beszélek, hogy ez nagyon komoly dolog. De nagyon nem azt, ott halmozottan kell figyelni. Mert ugye egy koreográfus megálmodja a táncot, és megálmodja hozzá a zenét. És ő annyiszor akarja hallani ezt a zenét, annyiszor ismételve, ahogy ő ezt elképzelte. Na most, amikor az ember sokat játszik táncházban, akkor ugye ott van a dal benne, hogy érik a szől, és akkor ha akarom, eljátszom háromszor a táncházban, ha akarom, négyszer, ha akarom, megismétlem, ha akarom, nem. Ha akarom, 15-ször egymás után ugyanazt a dalt játszom, nem lényeges. De a koreográfiánál viszont, ha az volt le van írva, vagy azt kéri a koreográfus, kétszer játszom, akkor nem játszhatom háromszor, mert egy nem rutinos csapat el fogja rontani. És akkor tönkre teszem 40 embernek a fél éves munkáját egy 3 perces előadás előtt. Tehát ott nagyon kell figyelni, abban lesz szoktunk izzadni, tehát ott kevesebbet mosolygunk egyébként, meg lehet nézni a zenekarokat, hogy ott sokkal jobban koncentrál mindenki, mert ott nagyobb a felelősség. Igen, de a felelősség az már hozzátartozik, már mint az életedhez. És akkor itt kapcsolódjunk be az Alba Régia Tánc Egyesület történetébe, hiszen első számú vezetőként azt hiszem, hogy ennél nemesebb feladat, ha a népi kultúrát, a hagyományokat nézzük, hiszen ne feledjük, ma már ott tartunk a népi kultúrában, a hagyományok őrzésében, ha úgy tetszik, bár azt mondják, ezt nem kell őrizni, mert nem rab, hanem megélni, hogy jószerivel lefedi az Alba Régia Tánc Együttes a Kárpát-medencei népi kultúrát. Ez bizonysággal mondhatom. Köszönhetően lehet az elődöknek, tehát Pesovártól indulhatunk, Botos Jóskáéknak, nagyon sok mindenkinek, Kallós Zoli bácsitól kezdve nagyon sok nevet felsorolhatnék, de a népi együttes, illetve az Alba Régia Tánc Együttes élen jár ebben. Na most ehhez viszont, hogy ezt a feltételrendszert a 21. századnak a jelenkornak megfelelően biztosítani tudják, kell az Alba Régia Tánc Egyesület. Amikor elvállaltad az első számú vezető pozícióját, gondoltad volna-e, hogy
ez bizony már egy, nem csak hogy teljes embert kíván, hanem sokkal, de sokkal többet, mint ami önmagában a színpadon zajlik. Ugye, nagyon bonyolultan kérdeztem, de azt hiszem, hogy a lényeg benne van. Az a jó, mert akkor bármelyik mondatrészbe bele tudok kapaszkodni. De tehát a legfontosabb az, hogy nyilván, hogyha valamikor valaki van egy szervezetben, ha vannak vezetői ambíciói, már pedig most már tényleg többször sem bebizonyítottam, hogy nekem vannak, akkor megérzi a rendszernek a gyengességét, és ugye próbál rajta változtatni. Ennek van egy szerencsétlenebb helyzet, meg van a szerencsésebb, hogy ugye végül is Jóska úgy döntött, hogy ő már megtette, amit meg lehetett az Egyesületért tenni, és ő meglátta bennem azt, hogy szerintem méltó utódja lehetek. Nyilván más a koncepcióm, és más a felfogásom, és egyébként más az elnöki szerepem is. Tehát én nem szerénytelenségben van, tehát nem azért mondom, mert hogy jaj, hát én vagyok az elnök, de ez tényleg nem így van. Tehát én egy olyan elnök vagyok, aki mondjuk azt, hogy a menedzser vagyok, a szó szerint ezt mondhatom, hiszen a művészi produktumoknak a vezetője nem én vagyok, Majoros Robi és Majoros Andor. Tehát ők, akik működtetik az együttest, és azt gondolom, hogy mi lehetünk egy tök jó egyesület, de hogyha nem lenne egy ilyen színvonalas együttesünk, akkor nem sokra mennénk. És hát ugye a másik az, hogy van egy házunk, amire vigyáznunk kell, amire most meg aztán tényleg nagyon vigyázni kell, mert most ért el azt a kort sajnos, hogy minden tönkre megy benne, úgyhogy ennek minden kellemetlenségét megérjük. Tehát a Malom utcai táncházról beszélünk. Igen, a táncház, ami otthont ad ennek a nagy családnak. És tehát van a menedzseri része, amiben nekem Rita, Botos Rita, ő Jóskának a lánya, ő a nagy segítségem, és a fiúk, akik pedig viszik a művészeti oldalt. És ez a kettőség valahogy ezt talált most egymásra nagyon jól. Méghozzá minden korosztályban. Tehát nagyon-nagyon fontos a felépítmény. Az alap mindenképpen, hogy legyen egy színvonalas, elismert táncegyüttes, ez megvan. Ehhez viszont kell utánpótlás, és kell a múlt megbecsülése szerint, tehát ezért van a szenyor és a többiek. Viszont nagyon jó, hogy ez a felépítmény. Nemrégiben Laszkó Krisztával beszélgettünk arról, és a Robiékkal, Majoros Robival, felsoroltam csak úgy játékos formában valamennyi utánpótlás csoport nevét. Mind a tizen valamennyit. És ez fantasztikus nevek. Én is olvastam, azért hozzáteszem. Fantasztikus nevek, de nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy ez az alap és felépítmény, ez működik. Korosztályonként, amihez kell nyilvánvaló a táncegyesület szervező szerepe, a másik oldalról kellenek olyan hivatott emberek, akik tanítók, tanárok, koreográfusok, és egyben alkotják a családot. Ez azért nehéz a mindennapokban, mondom én. Nekünk is kell egy segítség, és ebben a művészeti iskola. Tehát az, hogy a művészeti iskola működik a házban magyarul, azt mondhatom, hogy az utánpótlást a művészeti iskola termeli. Így mi segítjük az iskolát, ő pedig azzal segít bennünket, hogy ez a nagy együttesnek folyamatosan van utánpótlása. Azt pedig tényleg a kötelességünk, hogy azoknak a táncosoknak, akik vagy azért, mert már annyi idősek, vagy mert mondjuk fizikailag már nem bírnak annyit a színpadon, de ez az életük volt, tehát ezt úgy tudom neked mondani, hogy emlékszel, amikor most mondtam, hogy ott az udvaron készülettek, és a Fekete Feri bácsi pakolt. Tehát annak a csapatnak abban a betöltött szereped, az érzéseid, a szerelmek, a barátságok, azok beleívódnak, és szinte ilyen hiányérzeted lesz, és elkezd hiányozni, és nekünk meg kell teremtünk azt a lehetőséget, hogy ezek az emberek vissza tudjanak térni, ha nem is rendszeresen, de legalább egy ilyen neves év alkalmában, mint a 70 év, hogy újra belekóstolhassanak, találkozzanak, régi táncosok jönnek, akik már lehet, hogy a világ másik végén élnek, de visszavágynak minden egyes helyzetbe, és a
ezek az évfordulók ezért nagyon jók. Hát az, amiről beszéltünk, tehát az alapfokú művészeti iskoláról, nyilvánvaló, hogy oktatni kell őket. És azt hiszem, hogy az nagyon jó út, amit választottatok, hogy sikerült felkészíteni olyan magukat hivatottnak érző fiatalokat, akik tudnak tanítani. Tehát nem csak a legendás korosztály tanít, hanem a fiatalok is bekapcsolódtak. Igen, tehát visszatanítanak. Tehát a művészeti iskolában ugye a táncosaink vannak, akik vagy már, vagy most is táncolnak, vagy már nem táncolnak, de táncosok. És azok a fiatal csoportok, akikről azt mondjuk, hogy tanítani is kell őket, nem csak erre kell ám őket tanítani, tehát hogy táncolunk a színpadon, hanem ugye ezzel például, amikor elutazik egy csoport, tehát az is az, hogy egy csoport hogy utazik, amikor egy országot, egy várost képvisel, azért az annak szintén van felelősség, és ezt is meg kell tanítani a gyerekeknek. Tehát, hogy egy színpadon tényleg az ember viseli a viseletet, és viselkedik, és valóban a próbák és a kisebb előadások, ezek mind abban segítik a fiatalokat, hogy mikor felnőttek lesznek, akkor már ilyen jellegű problémáink tényleg ne legyenek. Igen, hát a magyar kulturális örökség képviselete külföldön az egy misszió. És szerencsére a táncegyüttes, bármilyen korcsoportot mondhatom, azt hiszem, hogy nem csak itt Magyarországon, hanem külföldön is. És annak örülök egyébként, hogy az Alvarégának úgy is van respektje, hogy tehát van az állami népi együttes. Minden helyre az állami népi együttest küldhetnék, vagy a profikat, hogy képviseljék Magyarországot, de az a jó, hogy Magyarországon nem így működik, hanem például egy Alvarégia táncegyüttes is lehetőséget kap, hogy 2 hetet eltöltsön Kínában, nem is akármilyen körülmények között. Igen, és ehhez kellenek az aranysarkantyúk, az aranybokréták, kellenek a koreográfiási díjak, és hála Istennek van egy új koreográfus nemzedék, akik ebben a munkában most már részt vesznek. Ha nézzük, akkor kismillió lehetőség van arra, hogy kitárulkozzék az emberfia külföldön, itthon, mindegy. És ráadásul, tehát ez a kulturális örökség végtelen, én azt mondom. Folytassuk a Néptáncfesztivállal röviden. A Néptáncfesztivál nagyon fontos. Számtalanszor elmondtam már, én ott voltam a Vidán Parkban, amikor csak 3 együttes volt. Nekem már az is tetszett. Ma pedig rövidesen elérjük a 25 évet, még odébb van, de azért negyed százados múltra körülbelül tekinthet vissza. És ma már rang ide jönni Fehérvár. És ez is tulajdonképpen a táncegyüttesnek nektek köszönhető. Én emlékszem, amikor 95 volt, átadták a táncházat, és akkor a Botos Józsi felszállt a buszra, elmentek valahova külföldre, és ott hagyott engem meg a Barbé Andrást, aki a büfés volt, hogy Zsófi, akkor csináljátok meg a fókeset, mert lehet, hogy ebből későbbiekben óriási fesztivál lesz. Na, így született a Néptáncfesztivál. Úgyhogy mi a Barbé Andrással, aki már nem él azóta, de egyébként egy nagyon jó arc volt ott a táncházba kezdetétől. És itt kapcsolom ahhoz, hogy nagyon jó a kollektív a táncházba, tehát annyira jól lehet számítani mindenkire, tehát aki takarítóként, portásként dolgozik, tehát ugye másképp áll mindenki a munkához. Na, tehát a fesztivál annak egyébként nem tudom, hogy a fehérváriak tudják-e, de ennek nagyon nagy respektje van ennek a fesztiválnak. Tehát mi ide vágyakoznak emberek. Tehát valakit vissza kell utasítanunk, mert már annyiszor voltak itt, és szeretnénk újat. Itt ami az egyetlen nehézségünk, hogy ugye a tengeren túlról egy 5 napos fesztiválra nem jönnek át. Tehát nyilván, hogyha mondjuk egy nepáli csoport lenne, 5 napra nem jön el Székesfehérvárra. Tehát nekünk az a feladatunk, hogy megkeressük a kapcsolódási pontokat. 100 halombatta és így tovább, igen. Ez nagyon nehéz, mert mi is augusztusban tartjuk a fesztiválunkat, mindenhogy minden országban. És ugye mindenki augusztus 20-ára szereti felfűzni, hiszen akkor van a legtöbb ember már itthon, vége a szabadságnak. Hát ha csak a királyi napokból indulunk el, ugyanúgy hömpölyög a nép Debrecenben, Gyöngyösen, Szarvason és Székesfehérváron is. Tehát nagyon nehéz a tengeren túli csoportokat ilyen szempontból áthozni. De még egyszer mondom, hogy ez a fesztivál a top 20 nemzetközi néptáncfesztiválban benne vannak. Nagyon fontos és szigorú feltételeknek kell megfelelnie. Ami most egyébként a legnagyobb problémánk, és ez hosszú távon is Fehérvárnak a problémája lesz, hogy szálláshely. Tehát nem tudunk egy helyre és viszonylag elérhető közösségbe elhelyezni, kollégiumi férőhelyekről beszélünk.
ennyi embert. Ez nekünk most a kifejezetten a legnagyobb problémánk. De ettől függetlenül, tehát az, hogy ez a táncházban itt otthonosan érzik magukat, hogy amikor kimennek a felvonulásra, vagy csak a kávézókba beülnek, annyira jól érzik magukat itt Fehérváron, hogy mondom, hogy visszavágynak, és vissza akarnak kéreckedni, hogy hagyj jöjjenek el még egyszer, de ugye ez két oldalú a dolog, tehát mi nekünk a közönségnek az igényeit is kell figyelnünk, úgyhogy ezt kell megtalálnunk, de büszke lehet rá a városunk. Mint ahogy büszke lehet a tánc egyesület és az együttes is, hogy én azt gondolom, hogyha itt a tagságokról beszélek, a Magyar Fesztivál Szövetség, a SZIOF, az UNESCO Fesztivál, én azt hiszem, hogy ez nagyon sokat segít abban, hogy azt a rangot kifelé is meg tudjátok mutatni. Így van, és egyébként azért azt kulisszatitok, de azért nem kerül nekünk ez nagy megerőltetésbe, mert egyszerűen csak magunkat adjuk. A legfontosabb, hogy itt a házigazda egy táncegyüttes. És mi nagyon jól tudjuk, hogy mit szeretnek a táncosok, vagy mire van igényük, vagy meddig terhelhetők. Tehát lehetne azt mondani, hogy legyen egy rendezvényszervező, aki megcsinálja a fesztivált, nem tudja úgy átélni vendéglátóként ezt a fesztivált, mint ahogy az Alba Régia Táncegyüttesnek a tagjai tudják fogadni őket igazi vendég szeretetükkel. Nos, rövidesen kezdődik a 70 éves programsorozat, már gőzerővel készülnek az egykori legendák is a táncházban, erről is természetesen beszámolunk, és majd a programokról is természetesen. Én most köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm a meghívást. És azt hiszem, hogy ez lesz az év programsorozata mindenképpen, ez a 70 éves, 7 évtizedes minden nap egy ünnep. Megteszünk mindent, és nagyon szeretettel várjuk a fehérváriakat. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetések extra volt, hiszen 70 esztendős az Alba Régia Táncegyüttes, és az ünnepnek megfelelően az együttes körül dolgozók, első számú vezetők, táncosok lesznek a vendégeink. Ma Juhász Zsófia volt a vendégem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!